tartós élelmiszerekből összeállított csomagok sorakoznak a Krisztus Király Főtemplom altemplomának közösségi helységében. A Magyar Élelmiszerbank Egyesület az elmúlt hétvégén ugyanis karácsonyi adománygyűjtést szervezett a helyi bevásárlóközpontokban. A vásárlók a boltok kijáratánál elhelyezhették a rászorulóknak tett felajánlásokat. Több mint 4 tonna élelmiszer gyűlt össze, amelyet a helyi karitás csapat tagjai önkéntesekkel együtt osztanak majd szét a rászoruló családok között. A katolikus Caritas is minden évben elindítja országos adventi segélyakcióját, amely november 24-én Tárjátok ki a szíveteket szlogennel elkezdődött. A katolikus Caritas csoport dunaújvárosi szervezete is várja a felajánlásokat, lisztet, cukrot, olajat, konzerveket, tésztát. Ennek az egyik programeleme az élelmiszerosztás, és a plébániákon várjuk az élelmiszeradományokat, és itt a helyi karitas csoportok a helyi rászorulóknak osztják ki ezeket az adományokat. Van egy másik programeleme is az országos akciónak, ez az 1 millió csillag a szegényekért. Franciaországba indult ez az akció 1998-ban, és elég gyorsan csatlakoztak hozzá az európai országok. 15 ország van a világon most, aki ebben az akcióban részt vesz, és az a lényege, hogy gyertyákat öntet a Caritas, és ezeket a gyertyákat adományokért megvásárolhatják az emberek, és egy-egy gyertya egy-egy szegény embert szimbolizál, adományokat adnak, és ezeket az adományokat is a rászoruló emberekre fordítják a Caritas csoportok. Az országos adománygyűjtő programok mellett a plébániai Caritas csoportok önkéntesei pedig számos helyen melegételosztást szerveznek, időseket, betegeket látogatnak, ajándékcsomagokat készítenek, műsorokkal készülnek, hogy meghittséget varázsoljanak a szívekbe.